Szeptemberben a tanévkezdéssel szinte minden családban felmerül a kérdés, milyen sportágat válasszunk a gyereknek. Ebben a kérdésben segít a nagy sportág választó, amit hétvégén rendeznek Budapesten. Vendégük dr. Szélpár Tamás, a rendezvény szervezési referense. Jó reggelt! Azt gondolom, hogy most hétvégén valószínűleg a megszokottnál is többen lesznek. Köszönhető ez az EB-nek és az olimpiának. Így van, mi is ebben. Erre számítotok? Így van, erre számítunk mi is, hiszen idén nagyon sikeres labdarúgó Európa-bajnokságot rendeztek a válogatottunk részvételével, illetve utána zajlott egy olimpia is, ahol bőven termett magyar érem, úgyhogy mi is arra számítunk, hogy ez egy kicsit megdobja a látogatottsági létszámot, hiszen az olimpikonjaink közül igen sokan fogják részvételüket tenni az eseményen, de erről majd kicsit később beszámolok bővebben is. Mint hogy egyébként ők ilyen motivációs tréningeket is fognak tartani, ha jól tudjuk. Hosszú Katinka biztosan, hiszen ő jelezte ezt nekünk előre is, hogy ő szeptember 17-én, azaz szombaton látogat ki a rendezvényre, délután 2 órától lesz ott, egyébként Kapás Boglárkával, úszótársával egyetemben, és ő szeretne majd ott egy kis motivációs beszédet tartani a gyerekek részére, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó dolog lesz. Vannak kedveltebb sportágak? Nyilván igen, azért a labdajátékok viszik az zászlós hajója igazából az eseménynek, de nem hinném, hogy különbséget lehet tenni köztük, hiszen májusban a legutóbbi sportágválasztón, budapesti sportágválasztón több mint 100 sportág közül válogathattak a gyerekek, és én kim voltam magam is a rendezvényen, és azt láttam, hogy minden sátornál, illetve minden standon, ahol a sportág bemutatásra kerültek, hatalmas létszámban tolongtak a gyerekek. De van valami technika arra, hogy hogyan válasszunk a gyereknek sportágat, vagy hogyan válasszon ő maga? Tehát hogy most mondok egy butaságot, nyilván, hogyha magas, akkor menjen el kosarazni, hogyha zömök, akkor menjen el, nem tudom, birkózni? Nyilván befolyásolja ezt a gyermeknek a fizikai állapota, illetve a fizikai adottságai, amelyek adottságok, tehát ezt nem lehet befolyásolni. Egyébként pedig pont ezért várjuk oda szeretettel őket, hiszen több mint 100 sportág közül tudnak majd választani, amelyik megtetszik nekik. Elnézést. Van olyan, hogy mondjuk olimpiai bajnok lett 100 szemese, és akkor a vívás népszerűbb? Persze. Ez ilyenkor hat a gyerekekre, vagy az idolok megjelenése, az könnyebbé teszi a választást számukra? Így van, főleg, hogy most az olimpia még igen közel volt ehhez a szeptember 16-17-e időponthoz, és egyébként jó, hogy említetted 100 szemesét, hiszen ő ott is lesz, sőt, holnap a MOB-ban a sajtótájékoztató dr. Kis Gergellyel, illetve József Gábor Maratoni Futóegyetemen ő fogja tartani, tehát egyfajta arca is lesz az idei sportágválasztónak, az olimpiai bajnok vívónk, úgyhogy biztos, hogy idén a vívás az népszerűbb lesz ő általa is. Mennyire nehéz rávenni a gyerekeket arra, hogy sportoljanak? Ezzel sok szülő küzd, sok nem tudják rávenni arra, hogy rendszeresen mindig menni kell, akkor is, hogyha éppen ma nincsen kedved, ezzel van gond? Van, én azért úgy látom, hogy van. Főleg a mai 21. században, ebben a felgyorsult világban én úgy gondolom, hogy már az is nagyon nagy eredmény, hogyha a gyerek tényleg, hogy te is mondtad, rendszeresen mozog, rendszeresen edzésre jár, közösségbe tartozik. Úgyhogy ezzel én úgy látom azért, hogy van probléma, de pont az ilyen események, mint a mi rendezvényünk, az ebben is segíthet, hiszen ott szemtől szemben, testközelben láthatják az olimpiai bajnok sikeres sportolókat, hogy lám, hova lehet eljutni akkor, hogyha az ember rendszeresen akár olyan napokon is, amikor éppen nincs kedve, vagy rossz az idő, vagy igen, akkor is megy és edz. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.